Ebben az esztendőben 19. alkalommal nyitnak országszerte a múzeumok egy éjszakára, hogy becsalogassák a közönséget, megmutatva nem csak az állandó tárlatokat, de különleges programokat vagy kiállításokat kínálva. Nyilvánvalóan a nem titkolt cél, hogy nőjön a múzeumbarátok köre, és hogy a családi múzeumlátogatást követően kitermülődjön a jövő látogatóinak népes tábora. A múzeumok éjszakájának egy nagyon hosszú hagyománya van, országos szinten úgy, mint Szekszárdon, tehát 19. alkalommal kerül idén megrendezésre. A tavalyi esztendő a pandémia miatt nem került megrendezésre, tehát ez kimarad, és hát maga a múzeum és az összes többi kulturális intézményhez hasonlóan is hosszú időkön keresztül, több hónapon keresztül zárva tartott, május 11-én nyitottuk meg. Természetesen a korábbi hónapok és éveknek a terveit ezt magunkba hordoztuk és formáltuk, és nagyon szerettük volna, hogy az első adandó alkalommal, amely most egy ilyen országos média támogatást is kapott ennek a rendezvénysorozatnak a keretében, hogy megmutassuk magunkat, az értékeinket, a menet közben felgyűlt új és érdekes információkat, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk osztani. Nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy a pandémiát követően mekkora látogatottságot fog generálni ez a rendezvény, és hát örömmel tapasztalom, legalábbis ami eddig látszik belőle, hogy elég sokan élnek ez a lehetősége. A Vosinszky-Mór megyei múzeumban ezúttal a középkort idézték meg, melynek apropóját egy olyan rendkívüli kiállítás adta, melynek anyaga alig egy esztendővel ezelőtt került napvilágra Simon tornyán. A feltárást végző K. Németh András régész, muzeológus azt is elmesélte, a megtalálás körülményei megmutatták. Ez az anyag egyszer már a föld felszínére került, de a tartalmát senki sem vizsgálta, így újra a föld alá került, míg most egy becsületes megtaláló a leletről értesítette a múzeumot, és így került a régészek kezébe. Érkezett egy bejelentés, hogy egy családi ház mögött, egy járda alatt éremleletre bukkantak egy cserép korsor, amiből ki voltak dőlve érmek, és akkor hát betartva minden jogszabályi előírást, ezt jelezték a múzeumnak, és másnap sikerült ezt a kis cserép korsót feltárnunk, ami már önmagában érdekesség vagy ritkaság, mert azért az éremleletek, ha egyáltalán kerülnek még be múzeumba, akkor ritkán kerülnek elő olyan módon, hogy azt csak megsértik, és a régész számára lehetőség van szabályos régészeti módszerekkel feltárni, tehát megfigyelni az elrejtés körülményeit. Itt most erre lehetőségünk volt. Egy pici 15 centi magas korsóba, ami ugye első ránézésre egy teljesen átlagos korabeli kis cserépedény, ebbe volt elrejtve mintegy 1 kg-nyi késő-középkori ezüstpénz, és a tetején pedig 5 aranyforint. A legkésőbbi érme, ami alapján meg tudjuk határozni a földbe helyezés legkorábbi dátumát, az 1543-as volt, ami azt jelenti, hogy legkorábban megkerülhetett földbe, de a történeti eseményeket megvizsgálva elég bizonyosan ki is jelentető, hogy ebbe az évbe került konkrétan a földbe, ebből az évből 2 ezüstpénz, 2 Ferdinánd király által veretett denár van az éremleletbe. A korábbi évekből, 1542-41-ből pedig több tízes nagyságrendbe kerültek elő érmek. K. Németh András azt mesélte, a pénzek az évszázadok alatt szinte egy tömbé álltak össze, így kellett szétszedegetni a majd 100 darabos leletet. Az érem összértéke az majdnem 13 millió forint a becsült értéke, ezek közül ugye értelemszerűen az aranyforintok a legértékesebbek, és hát természetesen az állapotuktól és a ritkaságoktól függően ezek értéke is változik. Tolna megyébe közel 30 esztendeje nem kerülnek be pénzleletek a múzeumba, mondja a régész. Igaz, múzeumbarát fémdetektoros keresőkkel dolgoznak a kutatók a lehetséges relikviák megtalálásának érdekében. És ha már megtalálók, emlékeznek, ez a lelet úgy került ide, hogy volt, aki felmérte, mennyire fontos, hogy ezek a szakavatott régész kezébe kerüljenek.
megtalálás pillanatában már tudtam, hogy ez egy értékes lelet lesz, mivel az agyagedénynek pont a hátsó felét sikerült szétcsapnom az ásóval, és a kifolyó pénzekből már gondoltam, hogy ez egy izgalmas lelet lesz a múzeum számára is. Ezért szóltam egyik barátomnak, aki tudtam, hogy kapcsolatban van a Szekszárdi megyei múzeummal, és ő értesítette a régészeket. Hozzá se lett nyúlva, nem lett megbolygatva, az első pillanattól fogva telefonáltunk a régészeknek, és másnak már kint is voltak a helyszínen. Ez azért fontos, hogy a régészek is tudjanak ebből megállapítani bizonyos dolgokat, a érméknek a évszámozásából, fajtájából, típusaiból, ebből mindből tudnak következtetéseket levonni. Egy olyan fantasztikus történelmi időutazást tesz lehetővé ezen keresztül, hogy a múzeumnak a főépületi programjait a középkorra rá tudtuk húzni, tehát mindenképpen nagyon tudományos szempontból az egy kiemelkedő dolog, hogy 30 esztendő után elsőként jutott a múzeumba egy zárt ezüstpénz, illetve aranypénz lelet együttes, tehát ez mindenképpen egy kiemelkedő dolog. Országos szinten is ritka az a körülmény, hogy a becsületes megtaláló egyrészt nem ásta ki, nem rombolta szét, hanem a megtalálás követően régész tárhatta fel ezt a leletet, és ezáltal tudományos szempontból vizsgálható, amelynek egyfajta lenyomata maga ez a kiállítás, nyilván majd ez követi kiadványok is formájában, a feldolgozás ezt majd be fogja ezáltal tetőzni, illetve van egy fantasztikusan jó üzenete is ennek a történetnek, az az, hogy a becsületes megtaláló fontosnak tartja a helyi értékeket azáltal, hogy a illetékes területileg illetékes múzeumba juttass el, és hát állami tulajdonba kerüljenek, illetve maradjanak, és nem került véletlenül sem fekete piacra, sem az egyik, sem kisebb része, sem akár teljes része ennek a lelet együttesnek, ami megint azt gondolom, hogy egy abszolút egy pozitív üzenet.